földrészletek felosztása, 350 ezeren kérték a június 1-i határidőig osztatlan közös földtulajdonuk megszüntetését. Újra a helyén országzászlót avattak a Trianon emlékév, illetve a Kölcsei Evangélikus Egyházközség fennállásának 150. évfordulója alkalmából a Túr partján. A feltámadás szimbóluma. Egésznapos pikniket rendezett a Reformátusok Szatmárért közhasznú egyesület az elnéptelenedett határmenti faluban Nagygécen. 350 ezeren kérték a június 1-i határidőig osztatlan közös földtulajdonuk megszüntetését. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének költségeit az állam viseli. Erre 3 milliárd forint jut. Az adatok feldolgozása és a kérelmek ellenőrzése után kezdődhet meg a földrészletek felosztása a tulajdonosok között. Az állam azért kapacitálta a földtulajdonosokat a közös tulajdon megszüntetésére, mert a föld így egyszerűbben értékesíthető vagy hasznosítható, és könnyebben igényelhető támogatása a műveléséhez. A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia kiemelten fontos része a földtulajdon rendezése Magyarországon. Ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium korábban lakossági felhívó kampányt indított, amely a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdonban lévő termőföld tulajdonviszonyainak rendezését kívánta elősegíteni. Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van Magyarországon. Ez közel 272 ezer darab földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent. Az állam az előző 7 évben összesen 3,5 milliárd forintot, ebben az évben pedig 3 milliárd forintot különített el a tulajdonosoktól átvállalt földmérési, jogi és ingatlan nyilvántartási költségek fedezésére. Az Agrárkamara munkatársa szerint az anyagi támogatás mellett az adminisztráció egyszerűsítése miatt is érdemes volt igényelni az osztatlan közös tulajdon megszüntetését. A kérelem benyújtása a tulajdonosoknak több előnnyel is jár, egyrészt a kimérés költségeit az állam viseli, másrészt az eljárás lényegesen egyszerű. Csak egy példa. Aki nem ezt az eljárást választotta, hanem a PDK szerinti megosztást, annak esetében a megosztási változat az összes tulajdonos társal alá kell íratni, ami bizonyos esetekben szinte kivitelezhetetlen. A kérelmeket a földhivatalok feldolgozzák, ezt követően kerülhet sor a tényleges munka elvégzésére. A költségek fedezetére az előző 7 évben összesen 3,5 milliárd forint állt rendelkezésre, az idei évben ettől lényegesen nagyobb összeget, 3 milliárd forintot különített el az állam erre a célra. Az állam azért kapacitálta a földtulajdonosokat a közös tulajdon megszüntetésére, mert így a föld egyszerűbben értékesíthető vagy hasznosítható, és könnyebben igényelhető utána például a területalapú támogatás. A szabályozás szerint az új önálló földrészletek területe külterületen 3000 négyzetméternél, zárt kertekben 1500 négyzetméternél nem lehet kisebb. Országzászlót avattak a Trianon emlékév, illetve a Kölcsei Evangélikus Egyházközség fennállásának 150. évfordulója alkalmából a Túr partján álló evangélikus templom előtt. Az eseményen Fabini Tamás püspök azt hangsúlyozta, a magyar nemzet egységes még akkor is, ha határok szabdalják. A felavatott zászló költségeit az egyházközség és Kölcseh lakosainak adományaiból finanszírozták. A trianoni békediktátum aláírása után először Budapesten állítottak országzászlót 1928-ban, a kezdeményezéshez több település is csatlakozott. Itt Kölcsén a helyi evangélikus lelkész határozta el 1934-ben, hogy a magyarság egységének szimbólumaként országzászlót állít a településen. Aztán sajnálatos módon ezt eltüntették innen, de most úgy döntöttek, hogy újra föl kell állítani annak jeleként, hogy a magyar nemzet egy és oszthatatlan, akkor is, hogyha a határok szabdalják, de Istennek hála ezek a határok azért meglehetősen légiesednek. Reméljük, hogy eljön az az idő, hogy valóban a magyar nemzet egységesülése történik meg békés módon, de mégis az egység teljes megvalósulásával. Az országzászló avatásán részt vett Tilki Attila országgyűlési képviselő is, aki beszédében kiemelte, azok a települések, amelyek így adóznak az országnak, büszkék a múltjukra és arra, hogy itt élnek a Kárpát-medencében. Természetesen ez egy nagyon fontos nemzeti összetartozást jelent. Én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan település lesz, aki ősei kezdeményezését, legyen az egy emlékmű, legyen az egy országzászló, most már, hogy lehetőségeink könnyebbek, újból föl fognak építeni, újból adózni fognak, hiszen az a nemzet, aki nem büszke a múltjára, annak természetesen jövője sem lehet. A felavatott zászló költségeit az egyházközség és Kölcse lakosainak adományaiból finanszírozták.
Egésznapos pikniket rendezett a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület az elnéptelenedett határmenti faluban Nagy Gécen. A Csengersimához csatolt egykori település a szervezők szerint a feltámadás szimbóluma. Az egyesület célja a szatmári térség természeti és kulturális értékeinek megismertetése, valamint az elvándorlás megakadályozása a kis településekről. A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület az évi rendezvénysorozatának negyedik állomása volt a Nagygéci piknik. Az egyesület 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy Szatmár történelmi és kulturális értékeit ápolva megismertesse azt a felnövekvő generációkkal. Sokan megkérdezhetik, hogy miért jöttünk ide Nagygécre. Hát az egyesületünk a történelmi Szatmár vármegyében gondolkodott és gondolkodik, tehát itt most ezt a megyét, történelmi megyét úgy tekintjük, mintha nem lenne határ, hiszen egy egységes kulturális térség, és ennek az egységes történelmi földrajzi tájegységnek elidegeníthetetlen része Nagygéc. A pikniket ünnepi istentisztelettel kezdték az elhagyatott romos Árpád-kori templomban, majd kulturális programokat láthatott a közönség. Az egyesület ugyan nem politizál, de szeretnék, ha az elmúlt korok hibáit a jövő nemzedékek kiküszöbölnék. Az egyesület céljai között szerepel, hogy újra élettel töltse meg a történelmi Szatmár kis településeit. Nem mondhatunk le Nagygécről, mert ha ma lemondunk Nagygécről, holnap lemondhatunk Fábiánházáról, Nagyecsedről, Mátészalkáról, holnap után pedig az egész országról. Nem fogunk lemondani Nagygécről, mert nem fogunk lemondani Mátészalkáról, a szatmári falvakról, és nem mondunk le hazánkról sem, mert Nagygéc is, Szatmár megye is, és Magyarország is, a Kárpát-medence is a miénk. Az egyesület folytatja programsorozatát. Augusztusban Fábiánházán díjúrató versenyt rendeznek, szeptemberben pedig ismét megtartják a Szatmár határok nélkül című rendezvényüket, amelynek üzenete a szatmári együvé tartozás. Ünnepi istentiszteleten iktatták be Nagyecsed új lelkészeit. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. 40 éves a Tuzson János botanikus kert, az évforduló alkalmából felavatták a több mint 100 virágfajtát számláló rózsakertet. Az ötödik helyen zárta a szezont a férfi kosárlabda MB2 kereti csoportjában a Nagykállói KE. Kovács Tibor együttese 19 győzelem mellett 7-szer szenvedett vereséget. Ünnepi istentiszteleten iktatták be Nagyecsed új lelkészeit. A városban korábban is egy házas pár szolgált, nyugállományba vonulásuk után hívták a Fábián családot a településre. Kórusénekkel köszöntötték Nagyecsed új lelkészházas párját. A református nagy templomban több százan gyűltek össze az ünnepélyes beiktatásra. Az egyház részéről Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke köszöntötte a református lelkészeket. Isten azt akarja, hogy világosság legyen. Világosság legyen nem csak körülöttünk, hanem világosság gyújjon az agyunkban, a szívünkben. És a világ világossága minél többek számára láthatóvá legyen ebben a sötétség által uralt világban. Na hát ezért van gyülekezet, ezért vannak lelkipásztorok, hogy közösen ezt a közös feladatot a megszentelődésnek, a megtisztulásnak, a megvilágosodásnak a szolgálatába adják az életüket. A nagyecsedi lelkészeket a gyülekezet hívta meg. Azt mondják, hónapokig gondolkodtak, hosszú út vezetett addig, amíg Nagyecsedre értek. A településen korábban is ketten látták el a szolgálatot, nyugállományba vonulásuk után kérték fel Fábián Csabát és feleségét a szolgálatra. Penyigén, Mándon és Nemesborzován szolgáltunk 8,5 esztendőt. Jól éreztük magunkat ott is. Nehéz volt elválni attól a gyülekezettől, hisz egy új helyzetet kellett megszokni nekünk is, de úgy látom, hogy jól érzik magukat a gyermekeink is, és leköt bennünket a sok szolgálat. A házaspárnak a lelkészi feladatok mellett több más teendője is van Nagyecseden. Sok mindent sikerült fél év alatt is elérnünk.
Ha csak ezeket most tudjuk továbbfejleszteni, mint a házi segítségnyújtás, mind a gimnáziumot és az általános iskolát, valamint az emberek felé tudunk nyitni, akkor úgy érzem, hogy a legnagyobb dolgokat elértük. Szükség lenne nem csak a gyermekeket elérni, hanem azon kívül a gyülekezetnek a középső réteg az, aki még mindig kimaradt a szórásunkból, hiszen az idősekkel foglalkozunk, a gyermekekkel igen, de van az a közép réteg, akiket még valamilyen módon meg kell, hogy keressünk és megtaláljunk. Az ünnepi istentiszteleten a református egyház képviselői mellett a megyei és városi vezetők és a gyülekezet tagjai is köszöntötték a lelkészeket. Vetélkedőkön és környezetvédelmi előadásokon is részt vehettek a Ridenz iskola diákjai egy mintegy 5 millió forintos uniós projektnek köszönhetően. A Föld támasz, a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedés mintákat ösztönző kampányok elnevezésű program első része tegnap zárult. Év végéig még 4 rendezvényen vehetnek részt a fiatalok. Mintegy 5 millió forintos pályázatot nyert a nyíregyházi Ridenz szakképzőiskola, speciális szakiskola és kollégium. A környezetvédelemmel kapcsolatos projekt 5 programot foglal magába. Az első rendezvényt hétfőn zárták az iskolában. Ennek keretében a tanulók figyelmét arra hívták fel egy fotópályázat meghirdetésével, környezettudatosan kell élnünk. A fotópályázatnak az lenne a lényege, hogy olyan fotókat készítsenek a gyerekek, amelyek megmutatják azt, hogy esetleg családon belül, vagy ahol éppen járnak, milyen módon szennyezzük a környezetünket, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez, és hogyan tudnánk ellene tenni. Tehát a pályázatban nem csak rossz példákat, hanem jó példákat is vártunk. A Föld támasz első rendezvényének zárásaként a diákok előadással készültek. Legyőzi az ember a természetet, és ennek öröme természetes? Hol a szépség, a harmónia? Az én értelemnek erről kell szólnia? Csak annyit véd, amennyire szükség van. A telhetetlenség hasztalan. A projekt vezetői a fotópályázatra érkezett munkákat is díjazták, a legtöbben értékes ajándékokat kaptak. Voltunk kirándulni, és ott is ugye különböző dolgokat láthattunk, például hogy volt virág, és akkor benne szemetet láthattunk. Hát nem csak ott láthattunk szemetet, hanem volt, ahol még durvább dolgok is voltak. A diákok nem csak előadásokon és vetélkedőkön vehettek részt, egészséges bioételeket is kóstolhattak. A Ridenz diákjain kívül bemondtunk még különböző nyíregyházi középiskolákat, így a Bárci Gusztáv, illetve a Göllesz Viktor iskolát is. Létszámát tekintve egy-egy rendezvényen körülbelül 200 fő az, aki aktív elérésnek számít, ezen belül egy olyan 70-80 fő az, aki hosszú távú elérésként számolunk velük. Ők lesznek azok a diákok, akik tulajdonképpen ezt a szemléletformálást nem csak megismerik, hanem tovább is adják majd a családjukban, környezetükben. A projekt koordinátorai elmondták, a további programoknál nem fotó, hanem rajzversenyt hirdetnek majd. 40 éves a Tuzson János botanikus kert. Az évforduló alkalmából felavatták a több mint 100 virágfajtát számláló rózsakertet. Az évforduló valódi családi programot biztosított a látogatók számára, ahol a kert szépségei mellett kreatív foglalkozások és színpadi programok szórakoztatták a közönséget. Ezzel a tóval is a köré amfiteátrumszerűen ültetett 96 féle növénycsaláddal indult a nyíregyházi botanikus kert immár 4 évtizedes története. A főiskola létrehozását követően 10 évvel 1972-ben Pál Miklós tanszékvezető alapította egy 4,5 hektáros akácos helyén a kertet. A kis tavatövező rendszertani területet a sziklakert követte, majd a magyar, később pedig távoli és idegen élővilágok bemutatása a pálmaházzal, de az eredeti vegetációt, a gyöngyvirágos tölgyest is visszatelepítették. A kertben olyan növénykülönlegességek is találhatók, mint az amazonaszi tündérrózsa, vagy egy valódi növénymatuzsálem, a szágú. Ez a kassai botanikus kertben már akkor egy 60-70 éves gyönyörű példány volt, és megkaptuk. Én akkor a határon ezért a növényért 10 órát álltam, küldtek oda-vissza, végül is átjött a növény, azóta közel 100 éves, és Magyarország legszebb szágója, mégpedig egy férfiúi példány, aki minden évben egy méteres tobozával ajándékoz meg minket.
A botanikus kert elmúlt 4 évtizedét egy újabb fejlesztéssel, a több mint 104 féle virágot számláló rózsakert avatásával ünnepelték. A rózsák többsége magyar nemesítésű hibrid és a világhírű rózsanemesítő Már Gergely munkája, aki előszeretettel nevezte el a töveket magyar történelmi alakokról. A beruházás tulajdonképpen önerőből valósult meg, több éven keresztül, tehát ezt lassan másik-harmadik éve készítjük, ahogy mindig maradt egy kis pénzünk a támogatásokból, úgy fektettük be és úgy építettük tovább a rózsakertet. Az évfordulón a résztvevők felelevenítették a kert elmúlt 4 évtizedét, majd egy valódi családi rendezvényé színesedett a program, egyebek mellett színpadi produkciókkal, kreatív alkotófoglalkozásokkal, népi hangszerek bemutatójával és zumbával. Az 5. helyen zárta a szezont a férfi kosárlabda MB2 keleti csoportjában a nagykállói KE. Kovács Tibor együttese 19 győzelem mellett 7-szer szenvedett vereséget, így lecsúszott az osztályozót jelentő első 2 hely valamelyikéről. Az elmúlt nyáron anyagi okok miatt lépett vissza az NB1B-től a nagykállói kosárlabda csapat, abban a reményben, hogy egy kisebb költségvetés kívánó szezon után újra ott lesz majd a második vonalban. A bajnokság elején úgy tűnt, hogy valóra válnak az elképzelések, aztán kiderült, hogy más csapatok is joggal pályáznak az első 2 hely valamelyikére. Végül a kállóiak 19 győzelemmel és 7 vereséggel az 5. helyen zárták a 2011-2012-es szezont. Nem vagyunk 100%-ig elégedettek az eredménnyel, főleg annak tükrében, hogy a bajnokság kezdetekor azt a célt fogalmaztuk ki meg, hogyha egy lehetőség van, akkor próbáljunk visszakerülni saját jogon. Az év kezdetekor még azért ez reálisnak is tűnt, játékos állományt figyelembe véve, viszont egy-két olyan nehézséggel ütköztünk évközben, illetve általában problémák jöttek ki, betegségek, sérülések és a kisebb létszámból kifolyólag nem tudtunk mindig kiállni teljes csapattal a mérkőzésekre, illetve hát szembesültünk azzal is, hogy az ország keleti régiójában is vannak olyan csapatok, olyan városok, akiknél nagyon fontos a kosárlabda, és nagyobb terveket is szövögetnek, és részben ennek is sikerült az, hogy idézőjelben csak az 5. helyen végeztünk. Mivel a játékosok munka vagy tanulás mellett kosárlabdáznak, a szakember érthetően csak ritkán tudott edzést tartani a teljes keretnek. Minden sportágban kívánalom, hogy megfelelő edzésmennyiség legyen, megfelelő edzésmunka a csapat mögött. Itt volt kívánivaló egész évben, tehát voltak hiányérzeteim. Nem tudtunk nagyon sokáig úgy dolgozni, hogy lényegében 10 játékos, vagy 5-5 elleni gyakorlással. Ilyen vagy olyan okok miatt, mert még egyszer mondom, kevesen voltunk. Én azt gondoltam, hogy ez a kevés létszám meg tudja oldani, de sajnos ez nem jött így össze. Munkai elfoglaltság, család elfoglaltság is, és itt ebben az amatőr világban ez természetes, mert munkahely, család, tanulás az mind előrébb való, mint a kosárlabda. De így is köszönet minden résztvevőnek, játékosnak, vezetőnek, hozzátartozónak, akik ezt lehetővé tették, hogy ezt az eredményt is tudjuk produkálni. Bár a feljutás elmaradt, Nagykállóban tervezik a jövőt, szeretnék, ha hosszú távon megmaradna a sportág a városban. Mindent megteszünk ezért a lehetőséghez képest, hogy ez az egyesület fennmaradjon, és továbbra is szolgálja a kosárlabdának az érdekeit, hogy ez megyei összefogással, bizonyos fajta háttérrel, vagy önálló tevékenységben ez még sok kérdőjelet tartalmaz. Az biztos, hogy csapatunkból többen felvételiznek, és ennek nagyon örülünk és drukkolunk annak, hogy a felvételizőket vegyék fel, viszont ez azzal is jár, hogy csökken tovább a létszámunk, de vannak már beszédeink több játékossal, akik várhatóan szívesen játszanak majd az egyesületünkben, a csapatunkban, és akár úgy is alakulhat, hogy egész jó kis csapatunk összejön. Az NB2 keleti csoportjában egyébként az első 4 csapat azonos eredménnyel zárta a bajnokságot. A 21-5-ös mutatóval rendelkező együttesek összevetéséből a Mezőberény és a Cegléd jött ki a legjobban, így készülhetnek az osztályozóra, a Békés és a Deac pedig marad az NB2-ben. 209 cm-es eredménnyel a 4. helyen végzett a szlovéniai válogatott viadalon Bakosi Péter. A nyírsuli barcelonai junior világbajnokságra készülő magasugrója legközelebb a hétvégén a szekszárdi felnőtt országos bajnokságon áll rajthoz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
350 ezeren kérték a június 1-jei határidőig osztatlan közös földtulajdonuk megszüntetését. A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének költségeit az állam viseli, erre 3 milliárd forint jut. Országzászlót avattak a Trianon emlékév, illetve a Kölcsei Evangélikus Egyházközség fennállásának 150. évfordulója alkalmából a Túr partján álló evangélikus templom előtt. A felavatott zászló költségeit az egyházközség és Kölcse lakosainak adományaiból finanszírozták. Egésznapos pikniket rendezett a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület az elnéptelenedett határmenti faluban Nagygécen. A Csengersimához csatolt egykori település a szervezők szerint a feltámadás szimbóluma. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, ha valamiről lemaradtak, keressék az interneten weboldalunkat, minden fontos információt megtalálnak rajta. A legfrissebb eseményekről legközelebb holnap este 7-kor ugyanitt a híradóban számolok be önöknek. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen szép az estéjük, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! Szerdán változóan felhős időre számíthatunk több napsütéssel, az időnként erősebben megnövekvő felhőzetből leginkább északon, északnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugati, délnyugati szelet főként az Alföldön kísérik élénk lökések, másutt fokozatosan északnyugatira fordul a szél és mérsékelt marad. A maximum hőmérsékletek 20 és 24 fok között alakulnak majd. Éjszaka kezdetben sokfelé alakul még ki záporeső, foltokban egy-egy mérsékeltebb zivatar, majd hajnalra várhatóan csökken a csapadékhajlam, és többnyire változóan, helyenként szakadozottan felhős lesz az ég. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet megyénkben. Szerdán délelőtt felhősebb, párás, délután pedig változóan napos felhős lesz az ég. Felettünk ismét előfordulhatnak záporok, illetve viharos zivatargócok is kialakulhatnak. A zivataroktól függetlenül mérsékelt nyugatias irányú szél fúj, enyhe napunk lesz, a csúcsértékek 20 fok közelében alakulnak majd. A határ közeli területeken 9 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet éjszaka, nappal a csúcshőmérsékletek 18 és 20 fok körül alakulnak majd, zápor, zivatar ezeken a területeken is várható. Csütörtöktől viszont már csak északkeleten lehet egy-egy zápor vagy zivatar, majd péntektől egyre melegebb és száraz levegő alakítja időjárásunkat. A hét végén füllet melegre, 30 fok feletti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. A zavartalan napsütés mellett a légmozgás is gyenge marad. A jövő hét elején még folytatódik a kánikula, de délutánonként már zivatarokra is van kilátás. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Erős napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet. Itthon vagyunk, értéket teremtünk. A műsorvezető frizuráját Korpai Diana, a Lukovics Frufru Szépségszalon fodrásza készítette. Az időjárás jelentés támogatója a Letron 97 Bútoripari Kft. Bútorozzunk össze!